mindenkinek. Még a tévé is csak alig-alig létezett, mikor anyámra csodálkozott a két szemem. És a mosókor sem volt még fékezett, de már kapálózott bennem az értelem. Ő meg dolgozott a hétből 6 napot, de banán csak karácsonykor kaphatott, és déli bábként kergették a holnapot. Maradhattam volna inkább tervezett, akkor nem fájna itt ez a kicsi szerkezet, nekem feladatni másnak csak élvezet, és jogerős, mert fellebezni nem lehet. Te kimaradsz, míg más büszkén lépeget, lenyúl előtted jókövér éveket, előtted a küzdés, előtte nyílt pálya, előtelül csüggedsz a protekciós ája, az ember az undortól a belét kihánya, de megduzad az összes véredénye. Mondd, aranynak mi lenne a véleménye? Érkezett egy levelet, azt gondolod, hát ha meghívnak egy koldus is az opera bára, maradt még tegnapról egy bontatlan bála, mert Armanira Hugo Bossra nem telik, csak hiú álmok az üzleti reggelik. Megbélyegzik azt, ki nem is vétkezett, szavaikon éles minden ékezett. Mi nem a tiéd attól, azt majd mástól elveszed, az élet sokszor egy szenvedő szerkezet. Pedig de szeretnél gazdag lenni, euróért kuglert venni, vagy 32 kamionnal, s 8-at visszaigényelni? Építenél hexamétert, legalább 100 kilométert, de csak tehetségre adják? Jövő hétig félre rakják? Befutott a pályázatod, lett is rögtön offshore céged, hogy miből, majd nyilatkozol, ha ügyvéddel megbeszélted. De szeretnék juhász lenni. Olyan vadakat terelő, vagy óriás és ékszerész, de leginkább gázszerelő. Ha 4 évente behúzod az X-eket, ha ezen múlik a fixedet megkapod, a végén hidd el úgyis mindig más nevet, az elveidet meg kukába dobhatod. A szobában egy rozzant öreg bőrfotel, csak ezt adja rád örökül a nagyfater, meg 10 000 száma csalódott holnapot. Bámulhatsz sok acsarkodó holnapot, hogy válaszodat egyiktől majd megkapod. De mielőtt még kérdezed az igazságot, elmondom a szemen szedett valóságot. Jancsinak sem teljesült a gyerekkori álma, nem elég az órabér egy telepgyuliskákra, kamaszkori szerelme a szomszédilonka, 10 év óta mosogat messzi nagy Londonba, de legalább lecsökkent a világháló ára, regisztrált egy társkeresőn, azt remélte, hátha. Már panel rengetegben lakik a vasorú bába, szigeteletlenül hideg mézes kalácsháza. Ez a cudar világ már annyi terhet rárót, csak 4 évette foltozzák a szociális hálót. A te álmod meg évek óta egy jól fizető praxis, azt szeretnéd irigyeljen az egész galaxis. Mások mondja nem érdekel, soha nem is bánod, hát odaadnád érte a fele királylányod. Már itt hagynád e szűkre szabott ketrecet, mert ez így csak egy elszenvedő szerkezet. A kiberháború a spájzba érkezett, és feltöri a billentyű a két kezet, pedig még átírható poénra a végzetet.